Tiszteletel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál. Király Tamás itt az Ultrahang stúdiójában, pedig Szakács Árpád, publicista újságíró. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a megjelásokat. Köszönöm szépen a megtisztelő invitálást. Mindig nagy öröm veled beszélgetni, ezúttal nem túl vidám, mert annál fontosabb témáról fogunk. Az ENSZ magas szintű találkozóját tartották szeptember 20-án, ugye a napokban, és a WHO-nak van egy tervezett járványügyi szerződése, amelyel kapcsolatban itt a magyar nyilvánosságban azért viszonylag kevesebbet hallunk. Ugye tudjuk, hogy a mi hazánk mozgalom kezdeményezett ezzel kapcsolatban aláírásgyűjtés, de minthogyha ugye a mainstream sajtó azért keveset beszélne erről. Vannak, akik azt mondják, hogy ez gyakorlatilag akkor a hatalmat adna a kezébe a WHO-nak, hogy bárhol járványhelyzetet hirdet, veszélyhelyzetet hirdet, és ezzel gyakorlatilag a nemzeti kormányok fölé emelné magát. Na most akkor kezdjük a WHO-val, hogy egyáltalán mi ez a szervezet, mert én eddig azt hittem, hogy a WHO ajánlásokat fogalmaz meg egészségügyi témákban, arról eddig nem tudtam, hogy ő ilyen döntési jogkörökkel is bír. A WHO lényegében ugye az ENSZ égisz jött létre a II. világháború után azzal a céllal, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg, tehát nagyon jó a megfogalmazás ebben a témakörben. Döntően az egészségügy ez volt a fő, mint hogy a nevében is benne van ennek a, ennek a szervezetnek a tevékenységi köre. Tehát egészen... 2017-ig, amíg Tedros Gebreyesus mostani VAO főigazgatót meg nem választották, előtte mindig orvosok vezették ezt a testületet, és mindig ajánlásokat fogalmaztak meg. Ezek az ajánlások nem voltak kötelezőek soha semmilyen kormányra, államra nézve. Egyébként, Egyébként volt... Gemma előtt mennyire voltak szakmaiak, mennyivel a COVID alatt majd bele lehet menni, hogy mennyire volt az szakmai, de hogy előtte ezek ilyen megalapozott ajánlások voltak? Egyébként a WHO kezdetben nagyon sok és nagyon fontos döntéseket és lépéseket tett különböző járványok és egyéb területen a megelőzésbe, egészségügyi téren is, főleg a harmadik világ országaiban fejtett ki nagyon fontos tevékenységet. A problémák onnantól kezdődtek, hogy a V.O. finanszírozásába beszálltak olyan emberek is, mint Bill Gates, vagy a Big pharma a különböző projektjei, különböző cégei. Tehát 2010-től egyfajta irányváltás figyelhető meg a szervezet életében. Itt Mit értesz, hogy szponzorálják? szponzorálják. Kon konkrétan, konkrétan a WHO-nak ez nem közismert, a legnagyobb és a legbefolyásosabb finanszírozója maga Bill Gates több alapítványán keresztül, természetesen Kína és az USA és USA érdekeltségek is benne vannak. Tehát ez a testület, ezt de úgy képzeljük el, hogy, hogy összeülnek nagyon magas szintű, nagy tudású orvosok, és a világ népességének a jólétért kezdenek el dolgozni. Régen ez volt egyébként, ezért mondtam, hogy egy fordulat következett be 2010 óta, döntően onnantól kezdve, hogy maga a WHO-nak a finanszírozói lényegében azok a globális multiklettek, azok a globális nagy cégek, akiknek, ha a COVID-járványra visszaemlékszünk, amit a WHO ajánlások alapján tették a lezárásokat, a kényszerintézkedéseket, és egy csomó értelmetlen intézkedést ezt ma már kijelenthetjük. Ezek mögött mint tehát azokat az oltásokat erőltették, azokat az oltásokat kötelezték, nyomták rá a társadalmakra, amelyeket azok a cégek gyártottak le, amelyek közvetetten a WHO-t finanszírozzák. Úgy tudnék fogalmazni, hogy hogy a WHO a mai napra a különböző... Big Pharma és egyéb gyógyszerügynökségeknek a részvénytársaságává vált. Ezért fontos, hogy tudják az emberek, hogy nem akárkinek adhat, adnak, nem akárkinek szeretnének felhatalmazást adni, globális felhatalmazást, a szuverenitásunkat elvevő felhatalmazást, hanem a, a Big Pharma leggátlástalanabb cégeinek. Egy pillanatra még a Covid-nál maradva, hogy ott rendszeresen megjelent a kommunikációban az, hogy a WHO ajánlás alapján, a WHO protokoll alapján, illetve ha kritika érte a járványkezelés bármilyen nemzet esetén, akkor azt mondták, hogy igen, de mi csak a WHO ajánlásait tartjuk be. Tehát úgy tűnt akkor, mintha azt a kormányok elfogadnák egy szakmai szervezetnek. Ehhez képest, ugye nagy kérdés, hogyha a, valójában nem az emberek gyógyítása az elsődleges cél, hanem a Big Pharma és az egyéb ilyen cégeknek a helyzetbe hozása, akkor vajon mennyire szakmai jelenleg az ő döntésük, mennyire lehet szakmailag megbízni a WHO-ban? Hát mondok akkor két példát erre vonatkozóan. Milyen érdekes, hogy a világjárvány előtt a 2020-as Covid járványra gondolok, a WHO a lezárásokat, mint olyan módszert, amivel járványokat lehet megakadályozni, kifejezetten tiltotta, tehát nem ajánlotta sehol semmilyen formába, és a maszkozás se ajánlotta, sőt kifejezetten tiltotta. Akkor tehát meg, a munkás, így van így van, van, így van, tehát egy teljesen más útvonalon képzelte el a különböző járványoknak a megelőzését, vagy a kialakult járványokra adott válaszokat. Milyen érdekes, hogy 2020-ban ez teljesen megváltozott a COVID idején, konkrétan minden korábbi ajánlásával szembe ment, konkrétan szembe ment. Ennyit a szakmaiságról, tehát nem tudom, mi változott pár alatt. Vagy az emberek változtak, ez lecserélődött. A finanszírozása változott, igen, azok az embereknek a köre, azoknak a cégeknek a köre változott jelentősen, akik az ő finanszírozásukhoz hozzájárulnak, és valóban ezért veszélyesek azok a tervek, amikre majd mindjárt bele is megyünk kicsit részleteibe és ezeknek a részleteibe, mert, mert a COVID az már egy riasztó, riasztó előrejelzése volt annak, hogy mire képesek ezek az emberek, mert a WHO hátterére gondolok, magára Tedrus Gebreyesusra is, akinek eléggé vitatott múltja van, tehát a főigazgató személye, ugye ő a 2016 előtt egy olyan szervezetnek volt a harmadik legbefolyásosabb vezetője, mint már egy terrorista szervezetként van nyilvántartva, és ki kínzások, gyilkosságok, embereknek az elüldözése kapcsolódik ennek a szervezetnek a nevéhez. Tehát itt Tedrus Gebreyesusról van szó, aki a saját országának az állampolgáraival kapcsolatban, ezt nem azt mondom, hogy személyesen ő végezte ezeket, de egy olyan szervezetnek volt a vezetője, amelyhez ezek a cselekmények köthetők. Tehát nem akárkiről van szó, tehát azért is mondom, hogy egy olyan ember részére adnak most felhatalmazást, akitől szerintem egy magyar átlagember sem sok jóra számíthat. Még a covidizmusra visszatér, hogy valóban az egész covidizmus arról szólt, hogy a WHO utasításait hajtották végre, ezek ajánlások formába jelentek meg, de ezt a legszolgaibb módon a magyar kormány is végrehajtotta. Sziátó Péter nem egyszer kihangsúlyozta, hogy csak és kizárólag a WHO útmutatásai szerint akarnak eljárni. Még egyszer megjegyzem, hogy ezeknek az intézkedéseknek a legnagyobb része sem nem volt racionális és értelmesen volt. Éppen volt olyan ország, amely nem így járt el. Megnéztem egy dokumentumot Svéd Svédországról, például. az is egy érdekes dolog volt, hogy pont, hogy ott inkább a nyáimmunitás irányába vitték volna el, hogy ott is hullámzó volt a kormány megítélése, mert volt, amikor sokkal jobban szerepeltek, volt, amikor meg rosszabbul, és ott is volt egyfajta ilyen hullámhangulatot tekintve. De ha meg az összképet nézzük, meg a végeredményt, akkor Svédországban például jóval kevesebb a halálozási arány összességében, mint például más országokban, akár Magyarországon, és ott például tényleg a tehát ott, 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 máshogy kezelték a lockdown és minden mást is, mindenfajta nyomás ellenére. Ezeként a arányaiban nézzük, Indiában is sokkal kevesebb volt a halálozás, mint Magyarországon, tehát lényegében nem tudom, hogy miért. Milyen, milyen, magas milyen volt az a, ha összehasonlítjuk a népesség arányát az indiaihoz és a magyarhoz, akkor, akkor egészen töredéke volt az indiai, tehát hogy ott mint a hatékonyabbak lettek volna. Ha valaki ismeri az indiai viszonyokat, akkor rájöhet, hogy ilyen erről szó sem lehetett. Illetve nagyon sok országban használták azokat a gyógyítószereket, mint az Ivermectin például, amely bizonyítottan gyógyító hatású. Még nagyon sok országban... még emlékszem, amikor itt azt mondták, hogy ez egy féreghajtó, talán ez volt a mondás, egy nem tudom, és hogy ez veszélyes. Ez, az egy, az az egy, ez egy butaság volt, igen, tehát, hogy ez megint a, a Big Pharma-nak a, a hát a, 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 értelemszerűen a Melinda és Bill Gates alapítványnak a termékei, mint, mint, a, a, mint a, a Remdesivir, az az mondjuk csillagászati áron lehetett eladni, ezt használta a magyar kormány is, éppen akkor is gondolom a globalizáció ellenes küzdelmet folytatott, tehát tehát a Big pharma teljesen más érdekei voltak ebben, a, ebben az ügyben. De nézzük meg, hogy most, mik a javaslatai annak a tervezetnek, amely még több jogkört adna a WHO-nak? Hát ugye. Csak hogy egy keretbe foglaljuk önmagának azt a, önmagában azt az irányt, ami az úgynevezett pandémia szerződés a vége. Ugye az jövő év májusáról szól, és magyar médiában is itt ott, ott megjelent, bár sajnálatosan kevés szó esett róla, szinte a nullával egyenértékű, hogy milyen tervei vannak a, a WHO-nak, és valóban a mi hazánkon kívül senki párpolitikai téren nem foglalkozott ezzel. Milyen érdekes, hogy mind a jobb oldal, mind a bal oldal ugyanúgy hallgat és asszisztál ezek a terveknek a megvalósításához, pontosan úgy, úgy, ahogy a covidizmus idején is tették. Annyi különbség volt, hogy egymással licitáltak abban, hogy hogyan lehetne a magyar embereket minél jobban megnyomorítani a lezárásokkal és egyéb értelmetlen intézkedésekkel. Tehát visszatérve erre a folyamatra, tehát egyfajta íve van ennek az egésznek, egy nemzetközi jogi álcába bújtatott, hatalom átvételnek a technikáit próbálják most kivitelezni. Ennek három nagy lába van. Az első lába, ami, amit sajnos ma hajnalban fogadtak el, most van az ENSZ közgyűlés. Milyen érdekes, hogy erről a magyar médiában egyetlen egy árva vak hang sem jelent meg, mármint arról, amit most mondok, mert az ENSZ közgyűlésről ugye csak a háború és háborúval kapcsolatos kikivel információ, kikivel igen. találkozott, és hogy ennek milyen hatása van, ami, ami természetesen fontos. De ezen a ENSZ közgyűlésen elfogadásra került egy olyan dokumentum, aminek az a neve, hogy az ENSZ közgyűlésének politikai nyilatkozata a legmagasabb szintű találkozóján a pandémia megelőzés, felkészülés és reagálás terén. Ennek az angol rövidítése PPPR. És így fogok én is beszélni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ez, a, ez az úgynevezett politikai szándéknyilatkozat ilyen néhány részletet is elmondok belőle, csak magát az ívét szeretném először megrajzolni. Tehát, hogy ez az első nyilatkozat, ez az első nagy dokumentum, ami, ami az első nagy lépcsője a, a későbbi végső pandémia szerződésnek. A másik nagy módosítási javaslat az a WHO egészségügyi szabályzataira vonatkozik. Ennek az angol rövidítése az IHR, és majd én is így fogok rá hivatkozni, vagy ebből idézni. És a harmadik része az a jövővé májusi, az úgynevezett pandémia szerződés, amely már lényegében csak részletszabályokat tartalmaz, arra vonatkozóan, hogy az első két dokumentumban megfogalmazott célokat hogyan lehet kivitelezni, lemodellezni, és ennek a logisztikáját elvégezni. Ha valamit hasonlattal tudnék élni, akkor azt tudnám mondani, hogy a PPPR, tehát a most ma hajnalban elfogadott ENSZ dokumentum az emberi szabadságra nézve, az emberi egészségre, önrendelkezésre nézve felér egy atombombával, a következő pedig az IHR rendelkezések, amely november végén, december 1-én válhatnak hatályossá a tervek szerint, az felér egy hidrogénbombával, ha és a maradék, maga a pandémia szerződés, az már csak arra vonatkozik majd, hogy akik életben maradtak még, vagy elhunytak, hogy ott milyen részletszabályok mentén történik még a kármentesítés ilyen értelemben, hogy így fogalmazzak. Egy más, lehetne máshogy is persze, tehát hogy, hogy, hogy ne ilyen drasztikusan képzeljük el a helyzetet, pedig szerintem a helyzet pontosan ugyanilyen drasztikus, de a mostani mai PPR rendelkezéssel az egyik kezünket rakták bilincsbe, az IHR-rel a másik kezünket rakják bilincsbe nem sokára, és a harmadik pedig a maga pandémia szerződés, az pedig a két lábunkra kerül bilincs. Tehát én komolyan mondom, hogy, hogy ha bármi veszélyérzetünk van ezen a téren, hogy milyen tervek vannak, a legmerészebb képzeleteket is felülmúlják ezek az elképzelések. Ezeknek minden része és eleme megtalálható egyébként a WHO oldalán, nem egyszerű ezeket megkeresni, de, de mindegyik meg található, sőt, ezek a dokumentumok maga, a, amit most elfogadtak a PPPR rendelkezés, ez június 3 óta tervezetek kint van. Erről a rendelkezésről a magyar médiában, a magyar sajtóban, a magyar beszélgetős műsorokban egyetlen egy mondat sem hangzott el. Majd mindjárt kiderül, hogy miért ezen a téren. És milyen érdekes, hogy a magyar kormány is, akik Szijjátó Péteren keresztül, illetve az ENSZ közgyűlésben legmagasabb elnöki szinten az államfő Novák Katalin képviseli Magyarországot, ő volt jelen ezen a találkozón, ahol ez a dokumentum elfogadásra került. A a, a most nem szeretném megelőlegezni, hogy ő is igennel voksolt, vagy nem, -e, de 99%-ra teszem, hogy igennel, de ez majd remélem, hogy ki fog derülni a következőkben, mert nagyon fontos dokumentumról van szó. Tehát a PPPR-nek az a lényege, hogy ha, ha egy szinten képzeljük el, tehát a legmagasabb szint ugye az az ENSZ, alatta helyezkedik el a WHO. Tehát az ENSZ meghatároz egyfajta politikai nyilatkozatot, irányelvet, elvárást, és a tagállamok, akik ehhez hozzájárulnak, erre vonatkozóan kötelezettséget vállalnak, az a legmagasabb szintű jogi dokumentum, arra vonatkozóan, hogy milyen terveket, milyen elképzeléseket szeretnének végrehajtani. Maguk ezek a tervek és elképzelések, ezek a részletei pedig a belső szabályzatban vannak benne és vegyük a, a, a PPPR, tehát amit most fogadtak el. Lényegében arról van szó, hogy egy következő világjárványt jósolnak meg, Egyébként csak még egyszer a maga a neve a szerződésnek, hogy politikai nyilatkozat. Tehát, hogy egy világjárványról miért kell politikai nyilatkozatot tenni. Egy még meg sem érkezett. Egy, még sem érkezett. Még egyszer mondom, tehát maga a tervezet, ami, amit szinte változtatás nélkül nagyon minimális változással fogadtak el, ez június 3 óta. Tehát június 3-án már úgy beszéltek a szeptember 20-ai PPPR elfogadásáról, hogy jönni fog egy nagy világjárvány. És igazából a világjárványra való felkészülésnek az ütem tervét, a, a, a részleteinek a, a, a politikai irányát próbálják, próbálták meg ki, megfogalmazni. S a lényeg az egésznek, ebben 13 oldalas dokumentumról van szó, hogy első és legfontosabb az, hogy ha jön egy újabb világjárvány, akkor meg kell szervezni, hogy mindenki megkapja az oltást. Tehát ez a kötelező oltásnak az irányelve, a politikai irányelve. Tehát a Big Pharma e, hátteréből, a Big Pharma gyógyszereinek, e, a Big Pharma oltásainak, ezek nem is gyógyszerek, ugye ezek kísérleti szerek mindmáig, e, ha megnézzük, hogy megkapták-e az engedélyeket, mert ideiglenes engedélyek kerültek ezek forgalomba, el bezárva. Tehát önmagában az oltásnak a hangsúlyozása. Tehát semmilyen más, mint egy alternatíva, ami egy járvány mentén ellen jó, például életmód változtatás, immunerősítés, egészséges élelmiszerek, és még tudnám sorolni. Tehát semmilyen ilyen alternatíva nem szerepel ebben a, do a dokumentumban. A másik, a digitális oltás igazolása a, a, bevezetése. Ennek ugye az a lényege, hogy, hogy, egyrészt oltás kell hozzá, és ha ez nincs meg, akkor a totális megfigyelési rendszernek és a kiépüléséhez kötődik. Ugyanis ezek a digitális ö, 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 platformok, ezek alkalmasak lesznek arra, és alkalmasak mindmáig arra, ugye ez kínai típusú megfigyelési diktatúrára most nem szeretnék itt kitérni, de nagyjából ezt kell elképzelni. Én ja, pont Kínában hallottam én hogy ha valaki nem volt beoltva, akkor mondjuk a vitte a telefonját, és a rajta lévő applikáció bejelzett, és mondjuk nem mehetett be egy ajtó. Pontosan így van, vagy nem vásárolhatott, vagy, vagy kizárták a tömegközlekedésből, meg, meg egyéb dolgokat is elkövettek vele. A harmadik pedig a globális Big pharma -nak a szerepének a megerősítése, tehát hogy célként le van írva, hogy ezekkel még nagyobb együttműködés kell a, a különböző adhációkat is Nem, hanem hogy a magánszféra, a magánszféra, mm. így van, így van említve, a magánszféra, ugye az a Bill Gates féle és a különböző egyéb gyógyszeripari lobbik jelentik a magáncégeket a, a WHO világában. És akkor a, 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 ugyancsak van benne kötelezettségvállalás, aminek az a lényege, hogy hogy alávetik magukat az államok a who who az ajánlásainak, tehát hogy, hogy kötelező módon alkalmazkodnak hozzá, és akkor van egy negyedik, az pedig a cenzúra, tehát vállalják az államok, hogy a jövőben a, a, világjárványokkal kapcsolatban, hogyha olyan információk jelennek meg, amelyek zavarják a védekezést, akkor a lehető legteljesebb mértékben fel fognak lépni. Ez így van leírva? Ez így van leírva, pontosan. Ugye emlékezhetünk a rémhír terjesztésnek a bűncselekményi nyilvánítására a, a járvány idején, és a a többi és a többi, de mondjuk a KASZ még nemzeti szinten kezelték, ez ráadásul nem is nemzeti szinten Kötelező. történik, hanem majd minden nemzet csatlakozik ehhez. Én Az IHR-be már meg is vannak a részletszabályai, majd mindjárt fel is fogom ebből ebből olvasni, tehát, hogy ez konkrétan így le van írva, hogy hogy a jövőben állami szinten kötelesek fellépni minden olyan dezinfo, így hívják ők, hogy dezinformáció ellen, ami a hiteles a WHO-nak a hiteles munkatervét, meg egyebeket veszélyezteti, vagy, vagy, vagy zavarja. Tehát, hogy ez a... Ez a... Milyen vicces lesz, majd akkor interjúkban beszélni. Akkor igen, reméljük, hogy erre nem kerül sor, mert ezt elfogadták ugyan még egyszer, és ez egy, ez egy szörnyű, szörnyű dolog annál már csak az a szörnyű, még egyszer megjegyzem, hogy sem Novák Katalin államfő hivatala nem adott erről semmilyen tájékoztatást, se a magyar kormány nem adott semmilyen tájékoztatást ezzel kapcsolatban, holott a magyar emberek életét sokkal durvábban befolyásoló döntésekről van szó, meg hatásról van szó, mint bármilyen LMBTQ ideológia, mint bármilyen egyéb soros meg tudnám sorolni, tehát hogy ez, ez, egy, ez egy hajmeresztő történet. A kérdésem ide az, hogy ez olyan, mintha mi belépnénk a nato csak egy ilyen egészségügyi nato vagy ez olyan, hogy itt ezek megfogalmaznak egy ajánlást, szabályrendszert, és ez továbbra is megmarad az ajánlások szintje, hogy minthogyha, mit tudom én, tagjai lennénk a digitális jólét bizottságának is, mint Magyarország, és akkor, ha megfogalmaznak ajánlásokat, az betartjuk. Tehát, hogy ez egy, egy, egy olyan, mint az Európai Unió, vagy a NATO, egy ilyen szervezet, ha már egyszer az ENSZ-hez tartozik, és békjókat jelent ránk nézve, vagy ajánlásokat, mert nem mindegy mindegyiknél rosszabb, tehát mind a NATO-nál, mind az Európai Uniónál, akkor térjünk át az ihr re és pont tudok is válaszolni erre a kérdése. Tehát a legfontosabb rész, és akkor én a IHR, tehát hogy a belső egészségügyi szabályzatnak néhány módosítását elhoztam, és most ezekből fel fogok olvasni. Jogi szövegekről van szó, csak azért próbálok erre is utalni, hogy lássák, hogy nem valami légből kapott összeesküvés elméletek Ről próbálok itt beszélni. Tehát pont az a lényege, tehát hogy a, az első cikkeinek a módosítása a fogalom meghatározások körében eh, pont az van, hogy az állandó ajánlás, tehát a VAO által á, kiadott á, állandó ajánlás a jövőben kötelező ajánlássá minősül. De az és is az, az, hogy kötelezően Azt jelenti, hogy kötelezően végre, kell hajtani, tehát végre kell hajtani. végre kell hajtani. és illetve van egy másik az ideiglenes ajánlás, ez a VAO által kiadott kötelező ajánlásra fog módosulni. Tehát még egyszer mondom, hogy ez egy lényeges változás, el se tudjuk képzelni, hogy ez milyen veszélyeket jelent, pont ez a lényege, hogy az állami szuverenitásunkat lényegében elveszi egészségügyi téren, egészségügyi vonalon. Hiszen az eddigi ajánlásokat, amit nem volt kötelező betartani, ezek kötelező módon betartásra kell kerüljenek Magyarországon is. Mondok még, tovább megyek itt az IHR ajánlások között, hogy kicsit lássuk mélységeibe ezeket a történeteket. Tehát a VEU hatáskörére vonatkozóan, és idézem, minden olyan kockázatra korlátozódik, amely hatással lehet a közegészségügyre. Ez azért fontos mondat, mert eléggé homályos, tehát minden olyan kockázat, tehát hogy lényegében az előbb említettem, hogy ugye az ajánlások helyett a kötelező eljárás jön, a, maga pedig a... a az, hogy minden olyan kockázat, ami hatással lehet, tehát az olyan jellegű tág megfogalmazás, amivel lényegében az életünk bármelyik részére rá, rá lehet húzni, tehát ebben semmilyen, semmilyen, konkrétum nincsen. Tehát elég, hát azt az, hogy a magyar elég... kormány nem hajtott végre valami részrendelkezést, ezért veszélyt jelent a közegészségügyre nézve, szedjük le a magyar kormányt? Vagy... A magyar kormánynak végre kell hajtania, tehát hogy nem erről van szó, és a magyar kormány végre is, is fogja ezeket hajtani. Rában. Tehát, hogy a covidizmus megnézzük, akkor mindent végrehajtott, sőt, sőt, amennyire csak lehetett még, próbálta a púpunkon még növelni egy kicsit, de most ebben nem menjünk bele. Tehát, hogy ez egy, ez egy font. Következő, a harmadik cipkeiből felolvasok egy részt. Ez szabályzat végrehajtása, a méltóság, ez szabályzat végrehajtása, a méltányosság, az inkluvizitás és a koherencia keretében történik. Na most ez egy érthetetlen mondat a, a magyar emberek számára, de ezt ehelyett volt régebben egyébként a méltóság, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogokat teljes tiszteletben tartása. Tehát, hogy ezt a nagyon fontos, amit tudunk, ami, ami az európai jogkörben is benne van, hogy ez mit jelent, az, az emberi jogok és a szabadságjogok korlátla tiszteletben tartása, teljes tiszteletben tartása, hogy ez a rész, ez kikerül. Milyen érdekes. Hogy felülírja a, a felülír, És ezek helyett, lesz, ezek helyett lesz a méltányosság, inkluvizitás és koherencia. Milyen, milyen érdekes. Olyan szavakat raknak be amit a nem tudjon mindenki megérteni, vagy, van, ami, van, nem am, meg vagy fogható, ami nem konkrétan megfogható. Vagy ami nem, nem hogy... konkrétan. A következő, minden országnak ki kell jelölni egy felhatalmazott felelős hatóságot, amelyel a WHO kapcsolatot tart. Hát ez hajmeresztő állam az államban, tehát hogy ennek a testületnek majd a hatáskörére semmi rálátásunk nincsen, ez lesz az nyilván, aki a végrehajtást ellenőrzi. Ezért fógia. gondolom az, hogy az egészségügyi minisztérium, vagy a már a Müller Cecilia miben volt talán valami járványügyi valamiben, hogy meg gondolom ezt kijelölik, nem? És akkor azon keresztül jön az Kijelöl, üzenet. Meg a kijelölnek föl... egy újabb önálló testület, ja, ami így van, a WHO alatt, így van, ja. így van, így van, ami ez a magyar kormánynak semmi köze nincsen. Következő, információkat bocsátanak, a WHO, ment az országok a WHO kérésére, információkat bocsátanak a WHO rendelkezésére, amit a WHO más felek számára is hozzáférhetővé tehet. Tehát, hogy lényegében ez a, ez a bármilyen egészségügyi adatunkat meg lehet osztani, el lehet küldeni, tehát hogy semmi, tehát lényegében az állami szuverenitás megszűnik ezen, ezen a területen is. Még egy rész, amik, és ennél durvábbak is lesznek természetesen, ha a, és most felolvasok egy, egy durvább részt, ha a főigazgató az e szabályzat szerinti értékelés alapján úgy ítél meg, hogy a nemzetközi aggodalomra okot adó potenciális vagy tényleges közegészségügyi veszélyhezet áll fenn, megállapítja, hogy mit kell tenni, és akkor sorolja tovább. Tehát, hogy a főigazgató hatáskörébe kerül minden, és potenciális vagy tényleges. Tehát nem kell egy olyan járvány ríme előttünk legyen, ö, ami, ami, aminek tehát, ö, valóban ö, veszélyes. Elég, ha valamire azt mondják, hogy ez potenciális. Ugye nem, biztos kevesen emlékeznek, hogy nem is olyan régen, talán egy évvel ezelőtt volt a majomhimlő járvány, hogy öt halálos áldozat után egy térségben ki, ö, Gebreyesus úr kinevezett, egészségügyi vészhelyzetet hirdethetett ki, és önmagában, ha ezen a területen kiirdetnek valamit, onnantól kezdve a WHO azon a területen azt csinál, amit akar. Tehát hajmeresztő ez a. Ez hogy a... néz ki a gyakorlatban, Tehát, hogyha Magyarországon megállapítanák, hogy megérkezett az új, nem tudom, koronavírus X, akkor utána mi történne? Utána mondjuk meghalt három ember, amire azt mondják, hogy, hogy ez amiatt van, vagy 30, de akár három is elég, tehát hogy, hogy önkényes körben Tedrus Gebreyesus elrendelheti, hogy az egész ország lakosságát oltsák le valamivel. Elrendelheti, hogy mindjárt erre is kitérek, hogy miket rendelhetnek el, mert az még hajmeresztőbb. Még két dolgot szeretnék kiemelni előtte, a WHO kérésére a részes államoknak a lehetséges mértékben támogatást kell nyújtaniuk a VHO által koordinált reagálási tevékenységekhez. Tehát, hogy önmagában ez azt jelenti, hogy a magyar állam is ha azt mondja a WHO, hogy. Adjon, egyébként ez nagy lelkően, valamilyen szinten működik, és ugye nagy vakcinaadományozók vagyunk, tehát hogy a magyar adófizetők pénzén a magyar kormány megveszi a Big pharma a vakcináit, amit majd utána tovább ajándékoz, igazi magyar nemzeti keresztény testvéri szeretettel más országok állampolgárainak. Megnézem, hogy mindmáig ezek a vakcináknak a hatásossága meglehetősen kérdéses. A kellene kifejezést, kell kifejezésre változik, ami azt írja elő, hogy az államoknak a WHO kérésére erőforrásokat kell biztosítaniuk a WHO részére. Tehát lényegében, ha a WHO-nak lesz valami költségvetési kérése, valamit, valamit, meg kell finanszírozni, akkor a magyar államot is tudják erre kötelezni. Még egy részt felszeretnék olvasni. A részes államok elismerik, ez fontos, a részes államok elismerik a WHO-t, mint a Nemzetközi Közegészségügyi Válaszadás irányító és koordináló hatóságát a nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet során, és vállalják, hogy nemzetközi közegészségügyi válaszadásuk során követik a WHO ajánlását. Hölgyeim és uraim, ez azt jelenti, hogy a magyar ország szuverenitása a nullával fog egyenértékű lenni. Ez lényegében a magyaroknak a teljes kiszolgáltatottsága. Tehát arról van szó, hogy szolgai módon a magyar kormány is, nem csak a magyar kormány, más kormányok is, de én a magyar kormányról beszélek, a, tehát hogy, hogy kiszolgáltatja magát a WHO, kiszolgáltatja az állampolgárait a WHO terveinek. A... Végezetül rengeteg nagyjából egy 22 oldalas dokumentum van nálam, tehát nem szeretnék nagyon visszaélni az olvasók hallgatók türelmével, viszont a legfontosabb részt a végére hagytam ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy hogy néz ez ki a gyakorlatba konkrétumok terén. <coughs> A WHO-nak, és most megint idézek a tervezett módosításokról, ban, még egyszer jelzem, hogy, hogy ezek tervezett még, de ahogy a legutóbbi mai PPPR dokumentumot szinte cson nélkül elfogadták az eredeti terveknek megfelelően, ha nem lépünk, nem lesz kellő ellenállás ezzel kapcsolatban, akkor ezeket is ugyanígy el fogják fogadni. Tehát a VAO az egyének és az államokon belüli jogaik feletti ellenőrzése tart igényt. Személyekre, podgyászra, rakományra, konténerekre, szállítóeszközökre, árukra és postai csomagokra vonatkozó ajánlások. az a 18. cikkely. És idézek. A VAO által a részes államoknak a személyekkel kapcsolatban kiadott ajánlások a következő tanácsokat tartalmazhatják. Felülvizsgálja az orvosi vizsgálatról és a laboratóriumi vizsgálatokról szóló igazolást. A WHO-ról van szó. Folytatom. Orvosi vizsgálatokat írnak elő. Folytatom. Felülvizsgálja a védőoltás igazolását. Következő. A védőoltást e, e, igényelhet az állampolgárok részére. Folytatom. A gyanús személyeket közegészségügyi megfigyelés alá helyezheti. Hm, ez mit Hát ö, ugyanazt jelenti, amit Kínában, meg egyéb helyeken ö, ö, megcsináltak, ö, ugye, hogyha valaki belépett egy adott országba, és akkor nem volt, az elején nem volt oltása vagy kártyája, akkor karanténba került egy elkülönített helyen. Folytatom. Karantén vagy egyéb egészségügyi intézkedések végrehajtása a gyanús személyekkel szemben. Folytatom a következő pontot. Szükség esetén az érintett személyek elkülönítése és kezelése folytatom, újabb pont. A gyanúsított vagy érintett személyek kapcsolatainak nyomon követése. Még egy pont. A gyanúsított és az érintett személyek belépésének megtagadása. Még egy pont. Megtagad, megtagadják a nem érintett személyek belépését az érintett területekre, és az érintett területről való kilépés ellenőrzését, bocsánat, megtagadhatják a nem érintett személyek belépését az érintett területére, érin Tett területekre és az érintett területekről való kilépés ellenőrzését és vagy a személyekre vonatkozó korlátozásokat hajthatnak végre. Tehát, hogy országon belül meg lehet tagadni bárkinek a belépését, hogyha valaki nem rendelkezik vakcinával ezen a téren. Hogy azért érdekes, mert így, ahogy olvasod, akár olyan hangulata lehetne az egésznek, mintha bűnözőkről vagy terroristákról van, így van, így van, beszélnénk, így van. és közben itt, ha jól értem, akkor fertőzően vagy megfertőződött emberekről, vagy oltatlan személyekről, tehát alapvetően nem terroristákról vonatkoznak ezek az intézkedések. Igen, azért is, tehát a hangulata kapcsán, tehát az eddigi COVID intézkedések, amelyek lezajlottak a kényszerítéssel, kényszeroltással, meg egyebekkel kapcsolatban, ezek ilyen érintő anyai simogatások voltak ahhoz képest, amit terveznek. Tehát egy sokkal pokolibb világot akarnak megvalósítani. Még uh, tudnék sorolni, tehát hogy a lényeg, nem akarok tényleg visszaélni, vagy, vagy uh, még fokozni. És azért, uh, ha a, elküldöd ezt a, a, linket, akkor egyébként belinkeljük a videó leírásába, és akkor el tudják korcsolni a, hang, a hangulatot. Igen, uh, hamarosan ezeket közzé fogjuk tenni, uh, tehát hogy a magyarjelen.hu oldalon uh, hétfőtől kezdve fokozatosan közzé tesszük az összes dokumentumot, uh, amelyek, uh, amelyeket lefordítottunk, és amelyek uh, ezekre vonatkoznak. A lényeg egyébként, hogy további rendelkezések azok az oltási útlevelet követelik meg, tehát hogy mindenkinek legyen digitális oltási útlevele, illetve még amiről beszéltünk, ugye a cenzúráról, felolvasom pontosan, hogy mi szerepel az ilyen rendelkezésekben a, a, a cenzúrára vonatkozóan, tehát a közegészségügyi eseményekről, id, idézem még egyszer, tehát a közegészségügyi eseményekről megelőző és járványellenes intézkedésekről és tevékenységekről szóló hamis és megbízhatatlan információk terjesztése ellen a médiában, a közösségi hálózatokban, és az ilyen információk terjesztéseinek egyéb módozataiban is fel kell lépni. Tehát, hogy önmagában egy olyan rendszernek, egy olyan szervezetnek adunk felhatalmazást erre a cenzúrára, amelyik a covidizmus alatt is bebizonyította, hogy mindenkit őrültnek, elmedbetegnek, összeesküvés elmélet hívőnek bélyegzett meg, akik nem értettek egyet azokkal az érdekekkel, amelyeknek egyetlen egy hatása volt, hogy a Big pharma a pénztárcája és számlája az jelentősen, meg, jelentősen megnövekedett. Két, hogy mondjam, ilyen szkeptikus kérdésem van. Az egyik az, hogy Robert C. Caster szokta azt mondani, hogy a NATO, meg az ENSZ, meg ezek csak egy darab papír, és hogy valójában rajtunk múlik az, hogy hogyan mozgunk ezeknél a darab papíroknál, és hogy a NATO megígéri, hogy megvéd minket, de egyáltalán nem biztos, hogy megvéd minket. És euh, akkor ez az első kérdésem, hogy itt a WHO tervezet esetében ez is valójában egy darab papírnak tűnik, elég komoly papírnak, de ki lehet -e ebből maradni? Nyugat-Európában eléggé nagy ellenállás van ezzel kapcsolatban, milyen kár, hogy a magyar médiából ezek a hírek is kimaradnak, tehát hogy nem vagyunk egyedül ebben a küzdelemben. Az első és legfontosabb, hogy minél több emberhez jusson el az az információ, hogy mi zajlik a háttérben. Ilyen ö, események, ö, amelyek a, amelyek elő, amelyeknek az előkészítésén dolgoznak, ezek hajmeresztőek. Tehát ö, én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy ö, ha van még életereje, maradék életereje, akkor ö, mindenképpen úgy... Ö, próbáljon fellépni ellene, mintha maga az élete múlna rajta, vagy a gyerekeink, unokáink élete, mert egy olyan világot akarnak ezek az erők megteremteni, amelynek egyetlen egy eleme sem lesz méltó az emberi élethez. De hogy lehet ez ellen fellépni? Uh, úgy tudunk fellépni, ha minél több embert felvilágosítunk, sőt, <coughs> nincs más választásunk ezen a, ezen a téren. Uh, a mi azánk aláírás gyűjtése is egy uh, fontos uh, fellépés, hiszen egy politikai térbe uh, helyezünk át uh, valamit, egyfajta támogatást, mert politikai téren is küzdeni kell uh, ezzel ellen. Uh, a kormányok mindenhol tudatában vannak, tisztában vannak azzal, hogy a szavazókból élnek, a szavazatokból élnek. Tehát, hogyha, és már volt két példa a mi hazánk részéről, amelyek sikeresek voltak, az egyik a furtkutak felmérésének a megakadályozása, amelynek a vége egy jó nagy adóztatás lett volna, hogy Nyugat-Európában is volt rá példa, tehát a vízfeletti kontroll és rendelkezés, vízfeletti kontroll megteremtésének az alapeleme, itt olyan nagy tömeget sikerült ezzel kapcsolatban szembeállítani ezekkel a, nem embert érint. Így van, ami, ami, aminél azt mondta a magyar kormány, hogy akkor inkább, inkább mégse. Tehát, hogy, hogy, hogy azért, azért pedig nem sok remény volt arra, hogy ezt meg lehet csinálni. A másik a napelemek ügye. Tehát a napelemek elszámolási ügy, ami nemrég a médiában nagy hangot kapott, egészen addig be akarta vezetni a kormány, amíg a mi hazánk be nem jelentette, hogy 600 fővel per társaságot alapít, és hogy be fogja perelni a magyar kormány. Ahogy ezt Torockai László bejelentette az ATV-ben fél kilenckor vagy, vagy, vagy kilenckor, nagyjából három órán belül a minisztérium <kül> elállt ettől, jelezte, hogy jelezte a minisztérium, hogy elállt ettől a tervtől. Tehát azért ne becsüljük le a magunk erejét se. Tehát, ezek kisebb ügyeknek tűnnek, tehát helyi ügyeknek és or ilyen országon belül ügyeknek tűnnek ehhez a globális ügyhöz képest. Igen, de a covidizmus idején már nagyon sok millió embernek volt tapasztalata eh, azzal kapcsolatban, hogy mit eh, vittek véghez. Tehát még egyszer mondom, hogy maga eh, ezek a tehát egy újabb eh, covidizmust akarnak. Ez a covidizmus ez sokkal durvább és drámaibb lesz, mint amit eh, eddig kiviteleztek. Eh, és eh, és ezért kell most, tehát már van tapasztalatunk, hogy akkor mi az, amit képesek megcsinálni. Tehát még egyszer mondom, hogy ez egy, csak egy anyai simogatás volt ahhoz képest, ami ezután következik. Tehát, hogy tényleg egy, egy kínai típusú diktatúrának az alapjait, a kereteit fogalmazták meg ma hajnalban, fektették le ma hajnalban, és igazából arról van szó, hogy a WHO, még egyszer nagyon hangsúlyozom, hogy a WHO, amely a Big Pharma finanszírozói, finanszírozói hátteréből él, tehát egyfajta az emberek szabadságjogat teljesen elvevő, a saját termékeit rákényszerítő, a saját oltásait, a saját kísérleti szere szereit az embereket rákényszerítő, újabb tervekkel áll elő, és ezt nem hagyhatjuk. Tehát, hogy ez a mi hazánk, ez a mi világunk, azért hadd rendelkezzünk már erről a saját hatáskörben, ahogy, és Magyarország pedig egy szuverén országnak kellene lennie, tehát álljon csak ellen. Igazából nincs más választásunk, mint hogy minél nagyobb hangot adni ennek ennek a veszélynek. És még egyszer mondom, én azért bízom benne, hogy ez sikerülni fog, mert a magyar embereknek volt már tapasztalata az elmúlt három évben arra vonatkozóan, hogy, hogy mire képesek ezek. Én azt hiszem, hogy a kényszeroltástól kezdve a, a digitális megfigyelésen keresztül minden egyes lépést el kell utasítanunk, hiszen az emberi szabadságot a legdurvább mértékben korlátozza, és nem nem lehetünk rabszolgák egy Big Pharma világába, a Big Pharma állatkertjébe, és nem hajthatnak minket vágóhídra semmilyen pénzügyi érdekek kiszolgálása miatt. Na és akkor a második egyben utolsó kérdésem, hogy ö, egyrészt ha már erről részben döntöttek, akkor még megállítható-e a folyamat, és ha meg nem megállíthat, akkor Magyarország, mint Magyarország egyáltalán ki tud-e maradni? a WHO-ból ki kell lépni, tehát ha nem megállítható ez Valójában a folyamat. Van a benn? Egyébként Donald Trump vetette föl, el is indította ezt a folyamatot. Legendásan szeret kilépni Mi az ilyen igen, 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 tehát hogy ő a, látta ennek a, ennek a, veszélyeit, és mivel közismerten a magyar kormány egyik legjobb barátja Donald Trump, csak <laughs> bíztatni lehet, tehát minél többen bíztassuk, hogy kövesse Donald Trump példáját tehát hogyha nem sikerül megállítani ezen a téren, akkor újabb és újabb uh, uh, variációk lehetnek arra, hogy mit tudunk tenni, de, de a kilépés az lenne a legfontosabb. De ha ha a magyar kormány asszisztál ezeknek a végrehajtásához, akkor nyilván nem fog ebből a szervezetből kilépni. Tehát nekünk most az a legfontosabb, hogy a magák, magukat, az IHR rendelkezéseket, tehát maguk az IHR rendelkezéseket, amiből részleteket olvastam fel, azért mond, hasonlítottam, ez egy hidrogénbombával felérő támadás a szabadság ellen, az emberi rendelkezés ellen. Tehát, hogy ezeknek az életbelépését meg kell akadályozni, ellen kell állni, és a VAU illetékes testületeiben e, e, <köhömm> ellenvélemény kell megfogalmazni, hogy Magyarország ezt nem fogadja el, és más államokkal is szövetkezni kell nyilván ennek a megakadályozására. E, ez egy kiemelten fontos dolog, ha ez nem lesz hatásos, akkor a WHO kilépés és egyéb témák is felmerülhetnek ezen a téren, de én most azt mondom, hogy első körben nem árt, ha mindenki tudja, minél több embernek mondják el, vigyék tovább ennek a hírét, hogy az elmúlt évszázadok során az egyik legnagyobb veszély, az egyik legnagyobb veszély közelít hozzánk, és tudjanak arról az emberek, hogy mi készül, mi áll ennek a hátterében, és próbáljuk minél több helyen a, a, a politikai elit felé is közvetíteni ezeket, hogy hogy nem szeretnénk rabszolgák lenni semmilyen globális világállamban. Szakács Árvát, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!